kínai miniszterelnök úr júniusi látogatásra alkalmával került sor megállapodásra Demján Sándor, a rossz elnöke, és van Csifej, az ICPIT elnöke között, hogy létrehozzuk ezt a tanácsot. Kicsit lassabban beszélek, hogy legyen idő a tolmácsolásra ennek is. 2011-ben, szeptemberben már jeleztük a HOSZ elnökségi ülésen a tagság feladatalás létrehozásának a tervét, ami sok ok miatt elhúzódott, teljesen a mai napig. Egyrészt sor került személyi intézményi változásokra, másrészt időközben kerestünk olyan kollégákat, akik a tanács munkáját hatékonyan tudják segíteni, egyrészt a külgazdasági ismereteik révén, másrészt pedig annak révén is, hogy a kínai nyelvet beszélik és írják. Természetesen az elkészült alapszabályt is egyeztetni kellett, és a kínai partner részéről érkező észrevételekkel együtt most már egy kölcsönösen elfogadható alapszabály áll rendelkezésre. Van egy kínai közmondás, miszerint egy 10.000 mérföldes út is az első lépéssel kezdődik. Hát most mi ennél jobb helyzetben vagyunk, mert nem az első lépést kell megtennünk, hiszen a kínai népköztársaság és Magyarország közötti kapcsolatok több évtizede igen gyümölcsözőek. Az elmúlt évben, 2011-ben pedig azt gondolom, hogy a szándékok szintjén legalábbis még talán erősebbek, mint valaha is voltak. Chen Jiabao miniszterelnök úr a tárgyalásokon hangsúlyozta, hogy lehetőséget lát a jelenlegi 8 milliárd dolláros kereskedelmi forgalom növelésére és új jelentős projektek beindítására. Időközben különböző projektekben folytak tárgyalások. Reményeim szerint csak időlegesen akadtak meg a Malévval kapcsolatos tárgyalások, hiszen a Malévba való kínai befektetés egy fontos infrastruktúrális befektetés lehet a kínai-magyar kapcsolatokban. A kormányzaton belül a kínai kapcsolatokért felelős minisztérium megváltozott. Én bízom benne, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium hamarosan szintén hatékony szervezetet állít fel, és Matolcs úr vezetésével új lendületet ad a kínai-magyar kapcsolatot. A kérdés az, hogy mi lehet a tanács feladata ebben a feladatkörben, ahol elég sokan foglalkoznak állami részről is a kínai kapcsolatokkal. Hát nyilvánvaló, nem vállalhatjuk fel azt a feladatot, hogy a kínai-magyar üzleti kapcsolatos teljes koordinációját, fejlesztését magunkra vállaljuk. Hiszen ebben sok állami feladat is van. Az első talán, ami a legfontosabb lehet, hogy a tagok részéről érkező jelzések alapján kezdeményeztük és lobbizunk azon korlátok lebontása érdekében, ami adott esetben szabályozásból, vagy pedig a kétoldalú szerződések hiányából adódik.
Ilyen például a két ország közötti állategészségügyi megállapodásoknak a hiánya, ami jelentős akadálya teljes magyar élelmiszeripari exportnak. Nagyon fontos feladatunk lesz, hogy a kínai reláció iránt érdeklődő magyar vállalkozásokról megfelelő adatbázist állítsunk össze, és segítsünk ezen vállalatoknak szintén egy megfelelő adatbázis segítségével megfelelő kínai partnert találni. Csak arra a hírre, hogy megalakul ez a tanács, számtalan kínai delegáció látogatott meg, és úgy tűnik, mint nekünk is, amikor távoli országba megyünk, a legnagyobb mondjuk az, hogy hogyan találják meg a megbízható helyi partnert. Hát ebbe kívánunk egyfajta referenciahely is lenni, olyan partnereket szeretnénk ajánlani kínai befektetőknek Magyarországon, vagy akár olyanoknak, akik importálni szeretnének Magyarországon Kínába terméket, akikről a BOSZ-on keresztül, a BOSZ helyi tagszervezetein keresztül és a felállított adatbázison keresztül is tudjuk állítani, vagy alapozva tudjuk állítani, hogy ezek megbízható partnerek, és nem rongálják, hanem elősegítik a két oldalú kapcsolatokat. Nagyon fontos a mi eddigi tapasztalataink szerint, hogy valamilyen szinten koordinációra kerüljön a magyar vállalatok mozgása, hogy fogalmazzak szebben, üzleti partner keresése Kínában. Sokszor előfordul, hogy ugyanazt az üzleti, kínai üzleti partner lombáz a több magyar vállalkozó, egymás esélyeit is rontva az üzletkötésbe. Azt gondoljuk, hogy Kína elég nagy ország, gazdasága elég hatalmas ahhoz, hogy megférjünk mi magyarok ebbe a nagy országba, és megkeressük, ha egy terméket akarunk értékesíteni, a másik partnert, ne azt a partnert, ahol már van magyar kapcsolat, és a magyar meglévő kapcsolatot próbáljuk meg leépíteni, felbontani és az helyére belépni. A cél nem egymás kiszorítása kell, hogy legyen, hanem koordináltan minél nagyobb szerepet, szeretet találni a kínai importban. Nagyon fontos, hogy nem csak a kereskedelemben, de befektetésekben mondhatom, hogy az elmúlt évek sikeresek voltak, hiszen számtalan nagy kínai befektetés történt Magyarországon. Elég csak említenem a Borsodkemet, a Huawei-t, és hát a előadását láttam Dobos elnökasszonynak, abban még több előadást is említ, tehát én azt gondolom, hogy vannak olyan pozitív példák, amelyek ösztönzőek lehetnek a kínaiak számára, hiszen sikeres befektetés valósult meg. Nagyon fontos, hogy megfelelő információkkal lássuk el a vállalatokat, a tekintetben, hogy mi után van érdeklődés Kínában. Az elmúlt időszak kommunikációjából egyértelmű, hogy a politikai vezetés kiemelt figyelmet fordít a belső fogyasztás növelésére, energetikára, megújuló energiára, zöld energiára, infrastruktúrára, mezőgazdaság és élelmiszerellátás fejlesztésére. Nyilvánvaló, hogy ott van legnagyobb esély előre haladni, ahol nem csak az üzleti élet, hanem az állam által is támogatott projektekről, területekről van szó. Megpróbáljuk a munkákat hatékonyan végezni. Ennek, ahogy említettem, nagyon fontos feltételeit úgy érzem, hogy biztosítottuk. Pataki úr, aki a tanács mellettem és a tanács titkára, maga is hosszú tapasztalatokkal rendelkezik a diplomáciába és az üzleti életbe is. Kínai úr beszél.
és ír, és hát mellé fölvettünk két kollégát, akik szintén hasonló háttérrel rendelkeznek. Ami a tanács első feladata lesz nyilvánvalóan, az igényeknek a felmérése, mondjam úgy, hogy a tanács titkárságán keresztül, és utána pedig, ahogy említettem, a kínai és a magyar partnerek megtalálása, közvetítése. Terveink szerint évente kétszer ülünk össze, de ha szükség van rá, és az első időben lehet, hogy szükség lesz rá, akkor nincsen. De a tagsággal folyamatos kommunikációba fogunk állni. Egyrészt hírlevelekkel fogjuk őket tájékoztatni, akár a magyar vállalkozókat érinthető kínai szabályozások változásáról, akár a Kínából érkező üzleti kérésekről, partnerkeresésekről. Tehát egy interaktív kapcsolatot szeretnék az elnökség és a tagok között fenntartani. Nyilvánvalóan ez a munka lépésről lépésre tud kibontakozni, nem lehet azonnal nagy terveket kitűzni, de terveink szerint el kell oda is jutnunk, hogy olyan banki kapcsolatokat alakítsunk ki, hogy a Kínában tevékenykedő, exportáló vagy befektető vállalatok számára pénzügyi szolgáltatásokat biztosítsunk, jogi szolgáltatásokat biztosítsunk. Tehát úgy érzem, hogy egy olyan infrastruktúrát kell nyilvánvalóan összehangoltan az állami szervekkel, hiszen vannak irodák külföldön, és dupla munkát nem akarunk végezni, de összességében azt szeretném, ha el tudnánk kérni, hogy a magyar vállalkozók számára egy komplet infrastruktúrája rendelkezésre, valaki ki akar menni Kínába, akkor minden szükséges jogi, pénzügyi segítséget meg tudjon kapni. Reményeink szerint valamikor kora tavasszal kerül sor a kínai tagozat alakuló ülésére, és az első találkozóra az üzleti tanácson belül. Hát még egy szempontból óriási szerencsénk van. Január 23-án kezdődő holdúj év alkalmával most a sárkány évébe lépünk. Ugye mi a sárkányt általában az anyóssal kapcsolatban használtuk, mint fogalmat, de a kínai horoszkóp szerint ez feltétlenül szerencsét jelent, tehát más értelmezést kap. Én bízom benne, hogy szerencsések leszünk, és hatékonyan fogunk együtt dolgozni, az állami szervek, a nagykövetségek segítségével, és fél év múlva, amikor értékeljük az eddig elvégzett munkát, akkor már több konkrétumról és legalább részleges eredményről tudunk beszámolni. Köszönöm szépen a figyelmet!